Úgy gondoltam, miért ne vegyük már elő ezt is. Csak mert nemrég találtam az audiovizuális szemetesemben egy érdekes címet, amit muszáj a pofátokba vágnom, mert egyrészt beképzelt élettelen sznob vagyok, és másrészt pedig amúgy is van még mit tanulnotok. Ez lenne... Az animáció mesterei. John Halas műsora. Mivel valószínűleg úgysem lesz nagy érdekeltsége ennek a szériának, dacára annak, hogy mennyire érdekesnek tartom még ma is, igyekszem rövidre venni itt is a dolgot, és csak a lényegre térni. Személyes kötődésem a sorozathoz még úgy a középiskolás éveimre nyúlik vissza, amikor még annó pár média órán egy helyi rádió speciál filmekkel foglalkozó műsorvezetője ismertette meg ezt az osztályommal. De akkor is csak sneak peek-eket láthattunk belőle. Azonban kíváncsiságomtól vezérelve az interneten rátaláltam a sorozat további epizódjaira, és élmény szinten nem érzem haszontalannak, hogy megismerkedtem vele több szempontból sem. De miről is van szó konkrétan? Egy, ha nem is rendkívüli, de szinte BBC minőséget hordozó animációval foglalkozó dokumentumfilm sorozat a 80-as évek második feléből, amely nem csak szakavatottaknak, hanem szakmakedvelő laikusok számára is készült. Nem éppen egy primetime jellegű mestermunkáról van szó, de a maga idejében igyekezett méltó emléktáblát készíteni a szakma akkori legjobbjairól és azok legnemesebb munkáiról. És aki mindezt elkövette, az nem más, mint a legendás John Halas néven közismert magyar származású rendező Halász János volt. Aki nem csak ezekbe a műhely titkokba nyújt bebocsátást, de még a saját munkáikból is ad egy kis ízelítőt az újonnan érkezőknek. Ám a sorozat sajátossága, hogy nem csak helyi, hanem nemzetközi téren is igyekezett ezt a témát tovább boncolgatni. Nem olyan sok epizódon keresztül ugyan, de hát mégiscsak az akkori élvonalas nemzeteket sorolta be ebbe a nemes rangsorba. A sorozat a briteken kívül említést tesz még az amerikai, kanadai, japán, francia, olasz, lengyel, mai horvát, és persze az akkori szovjet rajzfilmgyártásról is. Mert hát igen, nekik is helyet kellett szorítani azért. De azért mi sem maradtunk ki a sorból, mert hát John Halas mégiscsak hozzánk kötődik szervesen, és hát akkoriban mi is élvonalasak voltunk a rajzfilmgyártás terén. Rengeteg grafikus művész filmrendező munkája mutatkozik meg itt, akiknek nagy része valószínűleg már nincs az élők sorában, úgyhogy innen is Isten nyugasztalja őket. Viszont a lista pont ettől annyira emlékezetes. Bemutatkozik többek között John Halas és az ő állatfarmja, a manga és anime megteremtője Osamu Tezuka és az ő rövid filmjei, Bruno Bozetto és az ő Allegro non troppo, sőt még az én egyik személyes kedvencem Osvaldo Cavandoli és az ő menő manója. Szerintem nem titok, hogy mennyire inspirálóan hatott a munkásságomra, ha figyelembe vesszük az eddigi legrosszabb mémemet, amit valaha elkövettem. A széria megemlékezéseken kívül különböző technikai hátterek ismertetésével is foglalkozott, amelyek mai szemmel lehet, hogy kezdetlegesnek tűnnek, de nagyon hasznos szemléltetők abból a szempontból, hogy ahhoz képest mennyit fejlődött a szakma az elmúlt évtizedek során. Ezen kívül még olyan alkotók vízióival is megismerkedtem ezáltal, amelyekről azelőtt korábban még soha az életben nem hallottam. Másik különlegessége a sorozatnak, hogy nem csak hagyományos 2D animációval foglalkozik, hanem kitér még a forradalmasított computer animációra is. Másik nevén az én egyik személyes rémálmomra, amit úgy hívok, hogy Explosive 3D Edition! Nem tudom, hogy a sorozat mennyire került nemzetközi forgalmazásba, de azt tudom, hogy ez a mi szocialista hazánkba is eljutott annak idején. Hihetetlen. A magyar változatban nem akárki narrálja a szériát, hanem az egyik legendás hazai média személyiség, Antal Imre. A Lassú tánc világa című filmet a torontói Ellen Basin készítette. Egyszerű fotókollázsokkal, keleti zenével és koreográfiával ért el művészi hatást. Végül is nem rossz választás, hogyha azt vesszük figyelembe, hogy mennyire kultúrát figuráról van itt szó. A riport szegmenseknél nem volt különösebb baj a szinkronnal, viszont az animációs szegmenseknél sajnos hiába erőlködtek, elég illúzió rombolóra sikerült. Bocs. Úgyhogy ha lehet, ezt inkább eredeti angol szinkronnal javaslom megtekinteni. Miért gondolom még most is egy értékálló alkotásnak ezt a sorozatot az elhangzottakon kívül? Nos, azért is, mert nem pusztán ismertet, de legit elgondolkodtat rengeteg sok mindenben olyannyira, hogy most sem hiszem el, hogy egy akkor elhangzott észrevétel mennyire lehet igaz napjainkban. Erre jó példa a japán epizód Osamu Tezukás szakasza, ami eredeti nyelven is jól szól, de itt a magyar Nicolas Cage tolmácsolásában talán még erősebben is hat, nekünk legalábbis. A videó elterjedésével közel van az az idő, amikor a nézők nem csak passzív élvezői lesznek egy-egy rajzfilmnek, hanem alkotói is egyben. Teljesen mindegy, hogy kisgyerekek vagy diákok ők. Az elmúlt 20 évben komoly tanulmányokat folytattam, hogyan lehet jó minőségű rajzfilmet készíteni kevés pénzből. De az ilyen olcsó munkák nagyon szegényesnek hatnak, mikor bemutatásra kerülnek. És ez a gond. Mire ez a probléma megoldódik, bármely országhoz tartozó emberek, akár szakmabeliek, akár nem, lelkesen fognak bekapcsolódni a rajzfilmkészítés csodáiba. Hiszem, hogy ez az idő egyszerre.
Ilyen szintű látnoki erőt a Simpson család óta nem volt szerencsém látni. Úgyhogy nagy vonalakban a Masters of Animation sorozat többek közt ezért is vívott ki számomra ekkora tiszteletet. Minden sajátos technikai instrukciója és nézőpontja, ami a szériában elhangzik, újabb és újabb inspirációs boostot ad nekem még a mai napig is. Szomorú ugyanakkor, hogy ez a sorozat eléggé az underground homályával ragadt. És valószínűleg ez a hype sem fogja jobban javítani az esélyeit, de hogyha már a rajzfilm mint közös kulturális nyelvezet ápolására szolgál, akkor megérdemel még egy szanszot, hogy az igényes ismeretterjesztés mencsvárában helyet foglaljon. Szóval, aki ehhez kedvet kapott, annak ajánlom a megtekintést akár YouTube-on, akár szerte az internet más platformjain. De hogyha jól emlékszem, még VHS és könyv formájában is hozzá lehet férni, csak győzzétek online megvásárolni azt. Úgyhogy kis kedvcsinálógyanánt ennyi is lenne erről, és amíg nem tudom eldönteni, hogy mikor jövök vissza legközelebb, a legjobbakat kívánom mindenkinek, kulturális kockulást és hódolatom!